Mint minden önkormányzat esetében, Nagymányokon is fejfájást okoz, hogyan vészeljék át az energiaválság okozta nehézséget. Itt sem, ahogy számtalan más helyen sem lehetett megúszni azt, hogy bizonyos intézmények működését átmeneti időre beszüntessék, de emellett előremutató tervek is készülnek, melyek, ha megvalósulnak, hosszú évekre jelenthetnek majd megoldást, nem csak a település, hanem a környékben lévő kisebb alvak számára is. Kalbéla polgármester azt mondja, már a Covid-járvány is megviselte az embereket, így lélektani hátrányból kell neki látni a jelenlegi helyzet kezelésének. Volt egy Covid időszak, ami már egy kicsit megviselt mindenkit anyagilag is, mert azért az is egy jelentős terhelés volt. Úgy gondolom mentálisan is, mert azért olyannal kellett foglalkozni, amihez nem nagyon értünk, és kezelni kellett a kényes helyzeteket. Most az energia kapcsán pedig tehát újra egy olyan feladat, amihez kvázi nem értünk, de kezelni kell. Hát vannak gyors lépések, tehát sportcsarnok, óvoda, ahol nem lehet, vagy nagyon kis mértékben lehet megtakarítani. A sportcsarnokot bezártuk gyakorlatilag. Hát most még üzemel, amíg fűtés nélkül lehet használni, de képtelenség azt a gázára. Tehát 3056 forintra kaptunk ajánlat per köbméter. Ezt nem lehet kifizetni, és ott most momentán nem tudunk átállni másra. Az óvodánál lezártunk minden olyan helyiséget, ami nem feltétlenül szükséges az üzemeltetéshez, de hozzájön az új bölcsöde, ahol szintén gázfűtés van. Ott hosszú távon én úgy gondolom, hogy egy hőszivattyús rendszer kiépítése lesz majd szükséges, de hát ez is megint 100 milliókban mérhető egy ekkora intézménynél. Az önkormányzati hivatal működésében vannak tartalékok, a munka átszervezésével sikerül megtakarításokat nyerni. Önkormányzatnál egyenlően átálltunk hőszivattyús klímákra, van napelemünk, ezt kéne bővíteni, hogy legalább újra nullszaldósak legyünk, mert eddig most nullszaldósak voltunk. Azt tervezzük most, hogy hétfőtől csütörtökig teljes műszak van, minden napon ügyfélfogadás, pénteken home office van, tehát pénteken mindenki viszi haza, illetve csütörtökön este a pakkot, meg ugye, megoldottuk, hogy távelérések is vannak, akinek hozzá kell férni itteni adatokhoz. Valószínű, hogy december, tehát karácsonykor bezárunk, és január 8-án fogunk mégis nyitni, erről még nincs végleges döntés, de valószínű így lesz. És aztán utána, hogy januárban mi történik a piacokkal, azt még nem tudjuk, sejtéseim vannak. Tehát azt érzem, hogy jobb nem lesz a helyzet, valószínűleg csak rosszabb. Nem tudom, hogy itt attól is függ, hogy a törvény mit erőltet ránk. Tehát, hogy mit lesz kötelező, mit nem lesz kötelező, de hogy radikális lépéseket kell tenni, abban én szinte biztos vagyok. Ennek ellenére vannak olyan területek, elsősorban a szociális ellátásban és az oktatásban, ahol minden körülmények között meg kell oldani, hogy komfortosabban éljenek azok, akik naponta használják az intézményrendszert. Orvosi rendelőknél nem tudunk mit tenni, tehát rendelési idő alatt le van korlátozó, csak rendelési idő alatt van fűtés, de akkor muszáj fűteni. Idősek otthon, az egy kényes kérdés, illetve a szociális otthon, ott én úgy gondolom, hogy egy életet végdolgozó embereknél nem szabad azt tenni, hogy fázzanak. Tehát ott fűtünk úgy, ahogy kell. És akkor itt nincs vége az ügynek, hiszen a energia és a élelmiszerár emelés minden tol maga előtt. Gyakorlatilag a étkeztetés januárban indulunk egy új konyhával. Hát időnként a jobb kezemmel bakarom a bal fülemet, hogy hogy fogjuk megoldani. Nem azért, mert esetleg rosszabbul csinálják, mint bárki más, hiszen egy új konyha jó emberekkel felkészülten állunk neki, de az elmúlt 6-7 hónapban 46%-kal emelkedett az élelmiszerek ára. Tehát ha most ezt ráteszem a napi ellátásra, gyerekeknél nem tudom rátenni, mert egy alapanyag normát fognak fizetni, valamennyit tudunk rátenni, ha meg tudja a szülő fizetni, tehát ott nem tudom, hogy mit tudunk tenni. Az időseknél megint az van, hogy minden egyéb költség nőtt, az ellátás költsége nőtt, tehát most tartunk már lassan 7000 forint per napnál. Na most, ha januárban még emelünk az élelmiszeren, akkor meg tudja fizetni, vagy nem. Márpedig az idősen nem lehet azt megtenni, hogy kizárjuk a szolgáltatásból semmiképpen. Viszont ezeket a pénzeket elő kell teremteni valahonnan. Momentán csak tapogatózás van, úgy gondolom, nem csak az én részem. Én úgy gondolom, hogy Mányoknak megvannak az adottságai és a lehetőség egy a következő 15 évre megteremtse magának a gyakorlatilag ingyen energiát. Ezt én biztosan
érzem, az, hogy ezt képes lesz-e végigzongorázni egy önkormányzat. Képes lesz-e olyan partnereket találni ehhez, hogy ez tudjon működni, és képes lesz-e arra, hogy egy jogszabályi környezet is megváltozzon, hiszen ma azért a energiapiacon egy önkormányzat nem tud lépni, egy lakosság nem tud lépni, már pedig itt ehhez erre szükség lenne, hogy mondjuk 2-3 település viszonylatába, amit megtermelünk, azt itt használhassuk, fel itt értékesíthessük. Tehát ezen dolgozom most, ez egy nagyon komplex és hosszú feladat, ennek van műszaki része is, gazdasági, vagy törvényi része is. Remélem, hogy a törvényhozásban is megtaláljuk azokat a partnereket, hogy egy energiaközösség, vagy egy energiaszövetség létrejöhessen egészen lokálisan, és csak egy ilyen havária csatlakozás lenne az országos hálózatokhoz. Technikailag az a lényeg, hogy úgy termelünk megújuló villamos energiát, hogy az egész, ha kell, akkor egy 48-50 órás mennyiséget be tudunk tárolni, de nem akkumulátorba. Hanem a terv szerint a megépülő energiatelep látja majd el Kismányokat és Váralját is villamos energiával, és a beruházáshoz felhasználják a kiüresedett bányatelep adottságait is. Ha az ötlet megvalósul, példaértékű lehet országos szinten is.